Grecsó Krisztián Vera című regényének színpadi változata volt a Kőszegi Várszínház új évadának első darabja. A járványhelyzet miatt azonban csak zárt körű bemutatót tarthattak. A monodrámát Grisnik Petra augusztus 10-én játssza újra Kőszegen. Az idei nagyszínpadi produkciót Göttinger Pál, az Öreg Híd alatt című zenés játékát is csak a premiéren láthatta a közönség, de a következő évadban többször is műsorra tűzik. Gergye Krisztián szólótánc előadással érkezik hamarosan, addig is a képző művészeti alkotásaiból válogatott kiállítás látható a lovakteremben. Ennek a világa a tavalyi levitáció előadáshoz szorosan kapcsolódik, illetve most lesz majd 29. júliusban Gergye Krisztián bemutatója, közös bemutatónk, ami egy folytatása a levitációnak. A Mesebolt Bábszínház Lili és a Bátorság című bemutatóját már láthatták az érdeklődők. Augusztusban pedig a Soltis Színház Tündérszép Ilona és Árjélus Királyfi történetével hívja mesés utazásra a gyerekeket. Emellett természetesen sokszínű szórakoztató előadásokkal készülünk, most az étkezés ártalmasságától kezdve a Végszóig, Gálvölgyi János nagyon-nagyon régen szerepelt utoljára például Kőszegen, nagy öröm, hogy jön. Aztán emellett lesz augusztus 20-a is, most már a Várszínházi program időszakába esik, úgyhogy ez is Bojtár címmel lesz egy ha szabad azt mondani, ünnepi előadás, amely a János Vitéznek a 21. századi megjelenítése a debreceni PG csoport vezetésével, de lesz Berecki Zoltánnak is egy olyan önálló estje, amely azt a címet viseli, hogy a dolgok, amikért érdemes élni. A várszínházi programok iránt nagy az érdeklődés, több előadásra már minden jegy elkelt. Az évad azonban rendhagyó módon hosszabb lesz. Őszi, téli, tavaszi bérletet is hirdetnek a színházi előadásokkal.